Sziasztok, Viki vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai alkalommal ezt a nagyon finom amerikai kis csoki sütit fogjuk elkészíteni. Úgyhogy, ha érdekel titeket, hogy készül, akkor tartsatok velem! Szükségünk lesz 230 g puha vajra, 345 g lisztre, amihez én adtam egy teáskanál szódabikarbonát és egy kis sót. Ezen kívül kelleni fog még 150 g-nál cukor és 50 g kristálycukor, én ezt már elkeveltem. Egy tojás plusz egy tojássörgája, 180-200 g ilyen csoki csepp, egyébként ez ízléstől függően 180-200 g, illetve kelleni fog két teáskanál vanília aroma, és mivel ez egy ilyen húsvéti kiadás lesz, én fogok bele még Smarties rakni, és ettől nagyon jó színes lesz. Ezen felül pedig kelleni fog majd még két evőkanál langyos tej. Első lépésként a vajat fogjuk elkeverni a cukorral. Én most a nagy mixert használtam, de egyébként, hogyha nincsen ilyen állványos mixeretek, akkor a kézi mixer is tökéletesen megfelel erre a célra. Ezután összekeverjük a tojást, a tejet és a vanília aromát, és hozzáadjuk a cukros vajhoz. Ezután még egy körülbelül másfél percig tovább keverjük. Hozzáadom a szódabikarbonás lisztet, én minden alkalommal akárhányszor sütit készítek, mindig áttálom előtte a lisztet, ettől sokkal könnyebb lesz a tészta. Elkezdem összedolgozni. Amikor egy egységesebb tésztát kapok, a kezemmel is átdolgozom. Ne jegyetek meg, a tésztának egy icipicit ragacsosabb lesz az állaga, de ennek pontosan ilyennek kell lennie. Ezután hozzá is adhatjuk a csoki darabkákat. A sütőt előmelegítjük 180 fokra, és egy sütőpapírral bélelt tepsire körülbelül dió nagyságú golyókat formázunk. Nem kell, hogy ezek a kis golyócskák tökéletes formájúak legyenek, mint látjátok az enyémek sem azok, majd a sütés közben szépen fel fogják venni a megfelelő formát. Ha kiformáztam a golyókat, akkor mindegyik tetejére fogok tenni pár szem színes cukrot. Fokon 10-12 percig sütjük. A sütünk akkor lesz tökéletes, hogyha a széle egy kicsit megbarnul, viszont hogyha a közepét megnyomjátok, akkor ott még puha maradt. És el is készültünk volna ezen a nagyon finom apró sütiben, remélem, hogy elkészítitek, és nektek is nagyon fog ízleni. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!